mi az írásbeli korszakbani technikákkal próbálunk tanítani olyan diákokat, akik már a digitális korszakban élnek, és egy kicsit mi tanárok lassúak vagyunk, nem tudjuk lekötni a figyelmüket. 1990 óta tanítok a Neumannban, akkor jöttem át a volt Jugoszláviából. Akkoriban a BVSC-ben edzősködtem, majd itt ragadtam Magyarországon. Nem álltok még folyamatosan mozgásban. 1992-ben megalapítottam a Neumann Karate diák sportkört, és 3-4 éven belül már világ és nemzetközi versenyeken tudtak részt venni. Azóta több válogatott tagot adtunk, és ha jól számolom, több mint 20 világkupa eredményünk van. Későbbiekben többször kaptam felkérést osztályfőnöki munkára, és elkezdtük a mostani Komplex 3 plusz T programomnak a ilyen kezdeti kialakítását, ami arról szólt, hogy feladatokat kaptak a diákok, hogy rajzolják le az élményeiket, vagy írjanak róluk. Ez ilyen kezdetleges próbálkozások voltak, amik számomra is meglepő eredménnyel jártak, hogy nagy kedvel és elég jó alkotások születtek. Bevezettem a kutatásokat. A kutatások először kis feladatok voltak, mérjük fel egymás pulzusát, számoljuk ki, hogy milyen terhelés kellene bevezetni. Ez is nagy eredménnyel járt, mert mi egyre jobb elánnal dolgoztak az edzések, így majd jöttek az első országos eredmények, Európa Kupa eredmények, meghívtak a versenyzőinket válogató edzőtáborokra, külföldre, majd jöttek az első világkupák, ahol hát szinte sorra nyertük a kategóriánkban a versenyeket. És ezt hívják ma Komplex 3 plusz T programnak, amely három pilléren alapul. Művészetek, kutatások és a sport. Plusz T, ez a tudatosság elve, vagyis minden pillanatban a tanítvány tudja, hogy mit miért csinál, miért kell alkotnia, miért van bizonyos terhelés, a kutatások miért olyan irányba mennek, amit én kiadok. Minden pillanatban visszakérdezhetnek, nekem válaszolnom kell, tudnom kell válaszolni, hogy miért most, miért ez, miért ennyi, miért nem. A stratégiai játékot és a rendszerbe való gondolkozást megtaláltam a karatéban, mert itt előre kell gondolkozni, stratégiát kell kialakítani, ha nem vált be, újra kell gondolni az egész, újra kell elemezni az egészet, ez mind villám gyorsan és a mozdulat folyamata közben. Nekem nyilvánvalóan a diákoktól jött elismerés többet jelent, mert nagyon nehéz úgy szigorú tanárnak lenni, hogy közben a diákok el is fogadják az embernek a szigorát, tehát értsék, hogy értjük, szól a dolog.